Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a 2019-es Code Week évadnyitó webináriumán. Ezen a webináriumon szeretném elmondani azt, hogy hogyan működik a Code Week mindazoknak, akik még újak és szeretnének ebbe egy kicsit belelátni és belevágni, illetve el fogok mondani néhány aktualitást is, azok számára, akik már jól tudják, hogy mi ez a Code Week, és az újdonságokra is kíváncsiak. És akkor hát nézzük, hogy miről érdemes itt tudni. Néhány nappal ezelőtt ért véget a Code Week nagykövetek és oktatási koordinátorok találkozója Brüsszelben, így ott alkalmunk volt ismét összegyűlni és egymással megvitatni az ötleteket, meg a tapasztalatokat. Az itt látható kép egy évvel ezelőtt készült, nem a mostani képet mutatom, majd egy későbbi dián rajta lesz, de a mostani kép nem lett ilyen szép, és nincsen rajta EU biztos, mert most éppen nincs is EU biztos. A képen szürke nadrágban középen van Maria Gabriela, bolgár EU biztos, ő volt a Code Week-nek a nagy-nagy barátja az elmúlt időszakban. A Code Week a programozás heteként is ismert esemény, vagy a programozás hete, vagy a kódolás ünnepe, de hát azért a kódolás az több, mint a programozás, és hát a cél is egy kicsit összetettebb, tulajdonképpen valójában arról van szó, hogy ahogyan változott a világ, változik a technológia és a társadalom, ma már egy olyan korszakban élünk, amikor a világot a kódolással alakítjuk át, ahogyan szeretnénk, vagy kódolással is, és ehhez az algoritmikus gondolkodás, illetve az alapvető programozási ismeretek nagyon fontosak. A Code Week-nek a szakmai vezetője Alessandro Boiolo professzor, aki az Urbinói Egyetemen tanít, és Olaszországban egy rendkívül neves szakember. Az ő webináriumain ezres nagyságrendben vannak olykor a tanárok. És mindjárt fölmerülhet egy kérdés, hogy most akkor EU Code Week vagy Code Week, mert ugye néha EU Code Week van kiírva, néha pedig Code Week-nek mondom magam is, és hát erről egy pár szót azért szeretnék mondani. Ugye ez a Code Week, vagy az EU Code Week egy önkéntesek által indított mozgalom, annak idején egy Neelie Kroes nevű EU biztos asszony indította el, és abban az időszakban az alapítók úgynevezett Code Week nagykövetek voltak. Az eredeti alapító atyák közül azt hiszem talán három van még a Code Week csapatában. Ez a hetedik Code Week lesz idén, tehát eddig már 6 sikeres Code Week-en vagyunk túl, és hát ez EU Code Week néven indult, és ma már azonban nemzetközivé vált, mert már 72 országban van Code Week, van Amerikában, Kínában, Afrikában is Code Week, ezért tulajdonképpen nemzetközivé vált, és amikor EU Code Week-et mondunk, akkor az európai részére gondolunk, amikor Code Week-et, akkor az egészre. A hashtagje is változott az elmúlt évben, ez a kettős kereszt Code Week az a legelterjedtebben használt hashtag. A kép, amit láttok itt, ez a nagy kővel, ez a legfrissebb fotó, hát olyan lett, amilyen lett. És hát szeretnek minket ugráltatni, van ilyen ugrálós fotó. Ha valaki megnézi a Twitteren a nyomokat, akkor talál olyan videót is, ahol éppen ugrál a csapat
a múlt heti brüsszeli felvételen. Tehát, ahogy mondtam, hogy a Codeweeknek a szerepe az, hogy népszerűsítse a kódolást, az algoritmikus gondolkodást, a programozást és ehhez kapcsolódó készségeket, és ezeket úgynevezett eseményeken tesszük. Az esemény pedig egy olyan alkalom, egy olyan foglalkozás, amelyen az emberek találkozhatnak ezzel a világgal, és ez a foglalkozás, vagy ez az alkalom, ez nagyon sok minden lehet. Lehet közös játék, lehet egy előadás, lehet egy gyakorlati foglalkozás, sok minden lehet, majd mondok példákat is. Akár az iskolában is lehet egy különleges óra, például, amiben, amit arra szánunk, hogy a kódolást népszerűsítsük. És ezt az így szervezett eseményt regisztrálja be mindenki a nemzetközi honlapon, a codeweek.eu címen. És ez azért fontos, mert a részvétellel megmutatjuk, hogy létezünk, megmutatjuk, hogy mi is fontosnak tartjuk ezt. És még egyéb dolgok miatt is fontos, ezt majd hamarosan mutatom. Tehát, ahogyan mondtam, a Codeweek mindenkinek szól, de így tehát a gyermekektől az idős emberekig, felnőttek, szülők, akár politikusok is lehetnek, szervezők és résztvevők is, de általában az a bevált gyakorlat, hogy az iskolák és a diákok révén érnek el legtöbb embert, ugye azok, akik a Codeweek eseményeket szervezik. Kik lehetnek Codeweek esemény szervezők? Bárki, bárki, de azért a legtöbb esetben tanárok. Tehát, ha most van valaki, aki így kedvet kap, kitalál egy jó kis foglalkozást, mondjuk egy olyan tanórát, ami nem a normál tanóra, és már be is jelentheti, és már neki van Codeweek eseménye. Persze vannak itt profik, akik nem egy eseményt jegyeznek be, hanem nagyon sokat, majd erről is fogok beszélni, már van is olyan 35 körül van a magyar események száma már. Na most, ha a számokban nézzük a Codeweek eddigi statisztikáit, picit elcsúsztak itt a számok, elnézést, ez nem a PowerPoint hibája, hanem a Adobe Connect így eszi meg. Tehát látszik, hogy még 13-ban 26 európai ország volt érintett, 18-ban már 72 ország és Európán kívül is, ez már két, meg harmadik, három éve így van, és már több mint 1 millió embert értünk el, és tavaly az események számával értünk el rekordot, több mint 41 ezer esemény volt világszerte, és ennek részesei voltak itt a magyar kollégák is. A magyar eredmények általában nem szoktak rosszak lenni, tehát leggyakrabban az első 10-ben szoktunk szerepelni. Most éppen talán a 20. helyen vagyunk, akinél van eszköz, megnézheti, codeweek.eu, és ott meg lehet keresni, van egy ilyen táblázat, egy ilyen olyan, amilyennek a képe itt látszik. Ezen a képen éppen 11. Magyarország. Úgy számolják a pontszámot, hogy arányosítják a lakosság számához, tehát nem kell meglepődni nagyon, hogy Málta az első helyen szokott lenni, vagy közel, mert hát ott a lakossághoz viszonyított eseményszám az elég erős. De Olaszország, Törökország nagyon sok eseményen szokott mindig szerepelni, Lengyelország is, és hát mi se vagyunk lemaradva, nagyon büszkék lehetünk arra, hogy hogyan aktivizáljuk mi magunkat. Hogy működik ez a folyamat? Kitalálod, hogy szeretnéd a kódolás digitalizációt népszerűsíteni, mondjuk a diákok, vagy a kollégák, vagy szülők
érdeklődő körében, megszervezed az eseményt, beregisztrálod a codeweek.eu-n, ez a regisztráció ez eltart akár 2-3 percig is. Ezután az esemény fölkerül a világtérképre, és látszódni fog, hogy van, és tulajdonképpen ennyi. Utána, miután megtörtént az esemény, egy beszámoló formájában le kell jelenteni, hogy hány ember vett részt az eseményen. Tehát nem kell írni semmit, csak ezt kell lejelenteni. Ebből tudják, hogy hány ember érintett a Code Week világszerte. A dátum minden évben hasonló, ilyen október környékén szokott lenni, és már egy ideje 2 hetes hosszúságú, tehát hiába Code 7, 2 hétig tart. Idén október 5-e és 20-a között lesz a Code Week, de esemény lehet előtte is, lehet esemény utána is, tehát nem kell ragaszkodni. Ez az ugyanúgy van, mint a digitális téma hétnél is, hogy lehet előtte is nyugodtan, akár ősszel is. Maga az esemény hozzáadása, amit említettem, így néz ki, és itt jelzem, hogy éppen most dolgoznak a honlap megújításán, tehát lehet, hogy már mire ezt mutatom, nem pont így néz ki, de tegnap este még így nézett ki. Kicsit szebbítik, jobbítják a honlapot, és mint látszik a nyelvből, magyar nyelvű a honlap, tehát közel 30 nyelven tud a Code Week honlapja, ezért nyugodtan váltsátok át arra a nyelvre, amire szeretnétek, és ki kell tölteni itt az adatlapot. Gyorsan végig szaladnék rajta, hogy mi van itt, és ez nagyon fontos, mert az esemény szervezés során egy pár fontos dolgot érdemes figyelembe venni azért, hogy aztán ne legyen gond az elfogadással. Az események rögzítése után ugyanis a nagykövetnek kell elfogadnia az eseményt, amit regisztrálnak, és a leírás alapján tudja a nagykövet eldönteni, hogy az valóban egy Code Week esemény-e, odaillik-e, rendben van-e. Magyarországon Horváth Ádám és én vagyunk a nagykövetek, és hozzánk szokott befutni ez a kérés, és mind a ketten a Digitális Pedagógiai Módszertani Központban dolgozunk, úgyhogy egymással is gyakran tudunk kommunikálni. Tehát mi ez alapján nézzük meg, hogy milyen esemény elfogadható. Például a tevékenység címe az egyértelműen, tehát magyar nyelven érdemes kitölteni, de valaki angolul tölti ki, az se baj, megértjük, de nektek fontos, hogy ami számotokra kényelmes, vagy azoknak, akiknek szól az esemény. Tehát tevékenység címe az adott, szervezetneve adott, típusa mondjuk iskola. Az esemény típusán, a szervezet típusa az iskola, esemény típusa, itt lehet négyféle lehetőség, tehát lehet nyílt és zárt, tehát hogy fogadtok-e külső résztvevőket vagy nem, és lehet online és offline, ugye lehet, hogy egy ilyen webinárium, mint ez itt most, ez is egy Code Week esemény egyébként, majd én is be fogom jegyezni. Mondják, hogy akadozik az adás, majd megnézzük, hogy jelezzétek, hogyha másoknál is, és utána jön a leírás. A leírásban az nagyon fontos, hogy írjátok le, hogy miről van szó, úgy, hogy mi megértsük. Tehát ezt nekünk írjátok, ebből tudjuk megállapítani, hogy ez tényleg egy Code Week esemény. Na most itt jön egy fontos kérdés, hogy az informatika óra az Code Week esemény-e? Mi azt szoktuk mondani, hogy lehet Code Week esemény bármilyen óra, ha a Code Week kedvéért valami különlegesebb dolog történik. Ha a normál
menetrend szerinti óra van, semmi különös, akkor az nem kódvik esemény. De ha a kódvik kedvéért azon a napon vagy azon a héten mások a foglalkozások, valami plusz történik, akkor természetesen nem csak tanóra lehet szakkör is, hétvégi, esti, ilyen-olyan foglalkozás, sőt, bár a szülői értekezleteknek most van a szezonja, a szülői értekezleten is lehet kódolni a szülőkkel akár, vagy gyerekszülővel együtt, és az is lehet egy foglalkozás. Célközönség, téma, ezek egyértelműek. A cím azért fontos, mert cím alapján teszi le a térképre az eseményt. Tehát itt olyan címet kell beírni, hogy megértse a térkép, és majd meg is kell nézni, hogy a térkép jó helyre teszi-e. Ha online esemény van, akkor ott ez nem annyira fontos. Én az online, a webináriumokat én a Lánchíd közelében, a Duna közepére szoktam pozícionálni, mert hát nincs tulajdonképpen helyszíne. Esemény kezdete és vége. Itt ez egyértelműnek tűnik, hogy nyilván tudjuk, hogy mikor kezdődik és mikor van vége. Itt egy nagyon komoly dolog, vagy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmet, ez pedig az, hogyha mondjuk egész héten tartunk foglalkozásokat mondjuk a Kódvik kedvéért gyerekeknek, és mondjuk bejelöljük azt, hogy nem tudom én, robotika foglalkozások, vagy Scratch, vagy bármi, és bejelöljük az egész kódviket október 5-től 20-áig, akkor azt nem fogjuk elfogadni, mert az valójában nem egy esemény, hanem sok. Akkor fogadjuk el, ha több napra húzódik el egy esemény, hogyha az egy darab csoportnak egy témában egy hosszan tartó projektje. És ez kiderül a leírásból. Tehát az első megnézzük a leírást, a második megnézzük a dátumot. A leírásból az is ki kell derüljön nekünk, de egy iskola esetén nem probléma, hogy ez egy non-profit dolog. Itt biztos, hogy csak non-profit események lehetnek, tehát fizetős nem nagyon szeretjük, hogyha fizetős foglalkozás van. Van olyan ország, ahol ez előfordul, nálunk ez nem szokott. És tehát az lenne jó, ha a Kódvik kedvéért valamilyen ingyenes elérhető, sokak által elérhető foglalkozások lennének. Tehát még egyszer, hogyha mondjuk az iskolában minden nap tartunk gyerekeknek ilyen-olyan szakkört, foglalkozást, bemutatót a Kódvik jegyében, de ugye mindig más gyerekek jönnek, vagy még a téma is változik, akkor az sajnos többször kell ugyanazt beregisztrálni. Na most dolgoznak azon, hogy lehessen könnyen eseményt duplikálni, és akkor így kisebb munka, de azért is fontos, hogy több, akkor ezt több példányban regisztráljátok, mert ezzel Magyarország a táblázaton a nagy versenyben előbbre jut. Tehát nem mindegy, hogy egy ember az ő soknapos eseményét egy eseményként tünteti fel, vagy úgy, ahogy a valóságban van, hogy mondjuk 5 vagy 6 esemény. Tehát itt nagy a verseny, tehát ezért nagyon fontos ez. Ha van kérdés, akkor nyugodtan kérdezzetek a chatben, mert látom, figyelem a chatet. A szervező elérhetősége az egyértelmű, hogyha valami észrevételünk, kérdésünk van, akkor mi erre az itt megadott e-mail címre szoktunk levelet írni, e-mailt írni, és akkor akkor meg lehet beszélni. Most még ez nem olyan intenzív, bár már írtam már mostanában levelet én is. Hát így ennyi tulajdonképpen. Tehát ez az esemény hozzáadása, létrehozása most jelenleg. Itt látszik, hogy kód.eu a hashtag, ez még a régi, ez is használható, de most már Kódvik néven szokott ez menni. És akkor folytatnám tovább, hogy vannak úgynevezett oktatási koordinátorok,
2018 óta, amikor a European Schoolnet is csatlakozott a Code Week szervezéséhez, és Magyarországon is vannak oktatási koordinátorok, vagyis hát egy van, de több ember is betölti ezt a szerepkört. Ők is az oktatási hivatalban dolgoznak, a Sulinetnél, és az ő feladatuk az, hogy segítsék a közösség bővítését, az információk eljuttatását minél több ember felé, ezért a Sulineten is megjelennek ezek az információk, és ők tartják a kapcsolatot a European Schoolnet-tel. Hogy a European Schoolnet még mit csinál, azt mindjárt elmondom. Egy kérdés van, hogy utólag is módosíthatom még a már beregisztrált eseményt? Természetesen lehet módosítani. Na most maga a Code Week az nem csak egy ilyen kis kedves elfoglaltság, hanem a 2018 elején megjelent nagy európai stratégiában, a digitális oktatás cselekvési tervében külön kiemelve szerepel, és az a cél, hogy 2020-ra az általános és középiskolák 50%-át érjük el Európában, és hát ezen dolgozik most is sok ember, köztük ti is velünk együtt. Ahogyan mondtam, 2018 óta oktatási koordinátorok is vannak, és velük együtt 18-ban megjelentek a vezető tanárok, amit nem tudok lefordítani rendesen. Leading teachernek hívják. Ők olyan nagyon aktív tanárkollégák, akik azon felül, hogy ők maguk is nagyon sok eseményt szoktak szervezni, ők el tudják juttatni a Code Week üzenetét és hírét minél több más embernek, arra biztatva őket, hogy ők is szervezzenek eseményt. Tehát nagyon fontos, hogy ők a népszerűsítésben, az információk megosztásában és a saját jó gyakorlataik, előadásaik közzétételével, terjesztésével népszerűsítik a Code Week-et. Na most az a helyzet, hogy ez egy kis nehézségbe ütközik, hogy kik is ők tulajdonképpen. Hát az túlzás lenne azt mondani, hogy nem tudom, de az a helyzet, hogy a GDPR miatt úgy nem szívesen mondják meg, a European Schoolnet nem szívesen mondja meg, hogy kik azok, úgyhogy én azt követem, hogy aki szeretné elárulni magáról, hogy leading teacher, az tegye meg, de van sok ember, aki ezt nem titkolja, is ismeritek, és már találkoztatok vele. Itt is van, ha jól látom, a résztvevők között ilyen vezető tanár, tehát hogyha gondolja ő, akkor írja ki, hogy ő az, és akkor mások is megtudják. Nem tartom jónak ezt a titkolózást, mert mi együtt kell dolgozzunk, és hát ez vicces, hogy titkolózzunk egymás előtt, hogy ők azok. És hát igen. Na, most már kezdik írni Marianna az első, aki jelentkezik, de még látok még kettőt legalább a listában, akik vannak velünk. Na most, milyen eseményekről van itt szó, tehát milyen eseményeket lehet még szervezni ahhoz, azon kívül, amit már mondtam. Érdemes előadót hívni ebben a témában. Nagyon népszerű, hogyha egy öreg diákot vagy egy szülőt hívunk, aki mondjuk programozóként dolgozik, mert a gyerekeknek nincsen elképzelése arról, vagy informatikusként, vagy az informatikában dolgozik, mert a gyerekek nem tudják, hogy mi a munkája, hogyan dolgozik egy ilyen. Ugye az ilyen mesebeli foglalkozásokat, mint mondjuk, nem tudom én, kovácsmester, azt jobban ismerik a gyerekek, mint az informatikust, pedig abból van sokkal több most már. Úgyhogy hívjunk előadót, ismerős céget, apukát, szülőt, nem tudom mi, érdemes ilyen
kapcsolatot építeni. Továbbá érdemes, ha lehet, hívni akár olyan céget is, aki szívesen tart foglalkozást a gyerekeknek. Nagyon sok cég van Magyarországon is, akik tudják, hogy Code Week van, és ők is kitűzik a zászlajukra, hogy Code Week, és ezért ők mondjuk elmennek a gyerekük iskolájába, vagy máshova, vagy van olyan, hogy fogadnak cégek gyerekcsoportokat. Ugyanúgy, mint a digitális témahéten történik ez, ugye azt szoktuk mondani, hogy a Code Week és a digitális témahét ilyen szempontból testvérek, nagyon hasonló a módszer, csak a tartalom más, más a esemény itt és más a projekt ott. A codeweek.eu-n lehet találni grafikát és mindenféle kis eszközöcskéket, például brosúrát magyar nyelven, hogyha valaki szeretné terjeszteni, megmutatni szülőknek, hogy miről van szó, vagy szeretne prezentációt tartani, és erre a szép buborékok, amik itt ilyen színesek, szeretné látni egy dián, és akkor nem kell neki itt bűvészkednie, hanem ezen a codeweek.eu/toolkids oldalon megtalálja, de nem muszáj ezt megjegyezni, a codeweek.eu-n meg lehet könnyen találni, nem bonyolult. Így néz ki a tabella, ahogy már mondtam, most nagyjából ez az aktuális helyzet, 36 körüli eseményt látok, és a jobb felső sarokban van az eredménytábla, tehát az, amit most látunk, és ez a plusz jel az esemény hozzáadása, azzal lehet ugye bővíteni az események számát. Néhány újabb ötlet, hát vannak Code Week webináriumok, és még lesznek. Tehát a jövő héttől kezdve úgy tervezzük, hogy heti két webináriumra kerül sor, úgy, ahogyan a digitális témahéten is szoktuk ezt csinálni, és megkérünk előadókat, most keressük őket, és aki ráér és szívesen vállalja, azt felkérjük, hogy tartson előadást, de szeretném elmondani, hogy 16 óta az összes Code Week webinárium fönt van a YouTube-on, tehát vissza lehet nézni őket, és hát egy csomó, a legtöbbjük teljesen aktuális még, nem avult el a technológia. Van, ami már picit változott, például mondjuk a Scratch, az egy kicsit már megújult, másképp néz ki. Tehát javaslom ezeket megnézni ötletadónak. Ez a sárga, zöld és piros kártya itt, ez a Kodi Robi kártya, ez azok számára lehet érdekes, akik a kódolást, algoritmikus gondolkodást tulajdonképpen kicsikkel, számítógép nélkül szeretnék megvalósítani, úgyhogy nem muszáj egy Code Week eseményhez számítógépet használni, vagy mobilt. Lehet ezt a Kodi Robi kártyát, ha beírjátok a keresőbe, hogy Kodi Robi, akkor ezeket a kártyákat szépen ki lehet nyomtatni, ki lehet vágni, és akkor lehet játszani a gyerekekkel, ez egy kártyajáték. Le van írva, hogy hogyan kell. És ennek a játéknak egy változatát fogom megmutatni egy online játék formájában hamarosan. Aztán természetesen ott vannak azok a megoldások, hogy eszközöket is lehet használni, ha valakinek nincsen robotja, padlórobotja, legórobotja, vagy egyéb eszköze, vagy mikrobitje, akkor ugye ismert a robotcsámborgás és a mikrobit botorkálás, amelynek során az országban, sőt már országon kívül is járkálnak ilyen robotok meg mikrobit csomagok, úgyhogy ezeket hát érdemes megnézni, hogy abban az időszakban le lehet-e csapni rájuk. Vannak, lehet szervezni versenyeket, pályázatokat is iskolán belül, akár, illetve bemutatót tartani, időseket is meg lehet hívni. Nagyon jó pofa, ha együtt kódolnak a gyerekek a szüleikkel, az például egy jó pofa játék. Nyilván nem tizedikben, de mondjuk az alsó évfolyamokon
Már igen. Aztán itt van ez a Cody Trip nevű játék. Ugye az elnevezés, ez a Cody, ez mind hasonlít. Cody Robbie, meg Cody Trip, meg lesz mindjárt még. Ez azért azonos, mert emögött mind az olasz kollégák állnak, az Alessandro Bojoló és csapata. Ezeket mind ők fejlesztették ki, és nem állnak le, újabb és újabb jópofa ötleteik vannak. Ez a Cody Trip, ez a Code Hunting Game, ez a kódvadászat játék. Ez eddig minden évben volt az utóbbi néhány évben, tehát talán már 3 éve van, 17-ben volt talán először, és most is működni fog az az ígéret, úgyhogy erről majd külön fogunk tartani webináriumot, hogy hogy kell ilyen pályát építeni, és szoktunk építeni mi is pályát, és tavaly a Vérmezőn, a déli pályaudvarnál volt is egy pálya, és néhányan eljöttek hétvégén, és kipróbálták. Kódokat kell gyűjteni, és ilyen keresgélős játék, és minden kódnál pedig egy kis feladvány várja a játékosokat. De még egyszer mondom, ilyet lehet, mindenki csinálhat is ilyet, és itt van néhány kolléga, aki nagyon profi már ebben, úgyhogy majd erről külön tartunk majd webináriumot. Ahogyan említettem, van még egy Kodi kezdetű játék, ez a Kodi Color játék. Ehhez mondanom kell valamit, és aztán játszunk egyet. Először is visszalapoznék. Itt van egy ilyen, hogy látjuk ezeket a kártyákat. Tehát látjuk, hogy a zöld az előre megy, a sárga balra fordul, a piros pedig jobbra fordul. Na, az a helyzet, hogy itt pedig azt kell látni, hogy itt van ez a kis robotka, és ha ez rákerül erre a pályára, akkor ha szürke mezőre lép, akkor egyenesen megy, ha sárga mezőre lép, akkor balra fordul, ha piros mezőre lép, akkor jobbra fordul. És hát látható, hogy nem mindegy, hogy hol tesszük föl, melyik mezőre tesszük föl, mert attól függően fog kevesebbet vagy többet tölteni a pályán ez a robot. És tulajdonképpen a játéknak az a lényege, hogy ki tudja olyan okosan fölhelyezni ezt a robotot a pályára, úgy, hogy minél tovább ott legyen rajta. És hát ez a játék, tehát ez a Kodi Color nevű játék, és akkor most játszani fogunk. Ez úgy működik, hogy van egy Kodi Color oldal, ami ott címe látszik, kodicolor.codemuk.net, és én most azt fogom csinálni, hogy ezt a kicsit megállítom ezt a kivetítést, és kivetítem a képernyőmet, hogy lehessen látni. És remélem, hogy most mindenki látja ezt a Kodi Color oldalt. És akkor én itt belépek. Itt le van írva angolul, hogy hogy kell játszani. A lényeg itt van benne, hogy a sárgánál balra fog fordulni 90 fokot, a pirosnál jobbra, és a szürkénél pedig egyenesen megy tovább. Most ez jelenleg angolul és olaszul érhető el, de nagyon hamarosan meg lesz magyarul is. Már beszéltem a fejlesztőkkel. No, és hát van ennek egy idegesítő zenéje, amit én most kikapcsolok, de a gyerekek valószínűleg nagyon fogják élvezni. És itt beállított különböző lehetőségek vannak, tehát lehet például most véletlenszerűen kiválasztott játékossal játszani, lehet bizonyos játékosokkal beállított módon játszani. Én ezt a Battle Royale-t fogom játszani, és az lesz a
egy új ilyen csatát fogok én itt indítani, és ennek a csatának, ennek a meccsnek az lesz a neve, hogy KED 1, mert most KED van, és akkor választok egy nevet, az Attilát választom, és akkor beállítások lehetnek, hogy hány másodperces egy ilyen mérkőzés, én ezt a 30-at megtartom, most mi többen vagyunk, mint 20, úgyhogy beállítom ezt 100 játékosra, kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog menni, még ennyivel nem játszottam, és itt pedig be lehet állítani, hogy mikor kezdődjön a mérkőzés, én azt mondom, hogy most kezdődjön a mérkőzés. És akkor generál egy kódot, ez az 5031, ez egy kód, és vagy QR kódra tesszük, és akkor a gyerekek úgy tudják beolvasni, és a mobilon játszani. De én itt a chatbe megosztottam veletek, kattintsatok rá, írjátok oda a neveteket, jönnek szépen a játékosok, és hát izgalommal várom, hogy mi lesz, hogyha jó sokan leszünk, remélem jó sokan leszünk, és majd meglátjuk, hogy néz ki. Minden esetre ma több kollégám is kipróbálta, több leading teacher kipróbálta ezt diákokkal, és mind azt mondták, hogy nagyon élvezték a gyerekek. Itt látszik, hogy szépen jönnek a játékosok, vannak itt sokan, és majd egy adott idő múlva elindítom a játékot. Tehát ezt lehet számítógépen is, tableten is, ha éppen az van, de mobilon kiválóan működik. Én mobilon játszottam a többi nagykövettel múlt héten. Ez nem új játék, tehát van itt, aki már régebb óta ismeri és már játszott, mert volt nyáron egy nyári iskola, amit a European Schoolnet szervezett, ahol, ha jól tudom, 25 ember, 25 tanár vett részt, általános iskolai tanárok, és Magyarországról Marianna volt ott, aki odaírta is, hogy Marianna. De lehet, hogy nem ő Marianna volt ott, de minden esetre Marianna volt ott. No, akkor most már eleget beszéltem ahhoz, hogy már legyünk elég sokan, és akkor én elindítom ezt a dolgot, és beírom, és akkor oda kattintok, hogy let's start. Tehát még egyszer meg fog jelenni ez a rács a színekkel, és mindenkinek lesz egy kis robotja. A robotot oda kell tenni a széléhez. A szélén ilyen pici kis nyilak lesznek, és akkor fogja oda aggatni az adott helyre a robotodat, hogyha úgy ráhúzod egy kicsit a nyílra. Az első nem fog olyan jól menni emiatt, de aztán ráérez az ember. Tehát 3, 2, 1, és indulunk. És hát így néz ki, és meg kell próbálni olyan helyre tenni a robotot, hogy minél tovább fönt legyen. Az is fontos, hogy mennyi idő alatt teszed le a robotodat, minél gyorsabban teszed le a robotodat, holtverseny esetén annál több pontot fogsz kapni. Tehát, hogyha ugyanannyi lépést tett meg két robot, akkor az kapja a több pontot, amelyeket hamarabb tette le a gazdája. Na és akkor most itt elindultak ezek a kis most megvárjuk, hogy mindenkinek lelépje a robotja a távot. Igen. És látszik, hogy Derrera győzött, tehát az első meccset Derrera nyerte meg.
Ő 33 pontot ért el ebben. És Móni lett, na nem, Nori lett a második, és hát én lettem a harmadik, és Csaba a negyedik. És így tovább. Na most, mindjárt játszunk megint, de el kell teljen egy kis idő, ezt sajnos. Igen, mondja Mariannagynál a hiba üzenet volt. Ez fontos, hogy kiteszteljük, hogyha hiba van, tudjunk jelezni. Na, amíg indul újra a játék, addig mondom, hogy a chat is van. Jelenleg csak ilyen olasz szavakat lehet írni. Tehát csak így rákattintással, majd ha lefordítjuk, akkor lesz magyarul is. No, és akkor mehet a következő kör. Pirossal látszik, hogy ki az, aki már letette. Derera még nem tette le. Lehet, hogy ő Erika. Most már így rájöttem. Lehet, hogy ő most nem játszott. Egy élvezetes, jó játék, és stratégia, és gyors döntés, és hát tulajdonképpen ami látszik itt, azt tudja ez a játék. Ki kell próbálni, hogy nem tudom, hogy egyeseket miért dob ki, erre nem tudok én most választ adni, de ki kell próbálni a gyerekekkel, mennyire működik. Szerintem a gyerekek garantáltan élvezni fogják a játékot. Na lássuk, hogy mindenkinek leguruljon a kis robotja. Most Nori győzött. Most ő 15 pontot gyűjtött. Ő volt eddig a második, úgyhogy itt nagyon szépen mennek az eredmények. Naív User a második, Brigitta a harmadik, Attila sajnos csak a hatodik helyet szerezte meg idő eredménnyel. No, hát ez így néz ki, lehet ilyen emotikonokat is tenni a chatbe, és hát próbáljátok ki a gyerekekkel, kísérletezzük ki, hogyha van hiba üzenet, vagy tudunk valamit mutatni, hogy mi történt, azon kívül, hogy kidobott, akkor én nagyon szívesen tolmácsolom az olasz fejlesztők felé. Tehát ez nem probléma. Hát, ha tudnak vele mit kezdeni. És akkor most visszamegyek a prezentációmba. Ami itt volt legutóbb. Hát, hogy nem jó a kód, nem tudom, miért írja. Marianna kérdezi. Nézzük tovább, hogy mik a további érdekességek. Sokan kérdezik, hogy lehet-e mondjuk valahogy valamilyen elismerést szerezni a Code Weeken való részvételért. Hát az esemény szervezői
automatikusan, hogyha jelentették az eredményt, tehát hogy hányan vettek részt, automatikusan kapnak egy letölthető, a nevükre szóló oklevelet, amit ki lehet nyomtatni, de ennél sokkal komolyabb dolog a Code Week for All kihívás, amely úgy működik, hogy háromféle módon lehet megszerezni, ez egy nagyon szép bizottsági aláírással ellátott oklevél, egy Certificate of Excellence, amit háromféle módon lehet megszerezni, vagy tehát együtt kell működni másokkal a Code Week események szervezésekor. Ha van 10 esemény, ami másokkal közös, akkor az már teljesíti a Code Week for All kihívást, vagy olyan események, amikor három együttműködő országban, vagy részt vesz benne 500 résztvevő diák. Ez úgy néz ki, hogy amikor regisztráltad az eseményt, az, aki elsőként regisztrál, kap egy kódot. Ezt a kódot megmondja a többieknek, és amikor ők regisztrálják a saját eseményüket, akkor a közös eseményt, akkor beírják ugyanezt a kódot. És így összeadódik, és akkor automatikusan jó sokára, tehát tavaly januárban lettek meg a végeredmény, és akkor kialakul, hogy ki kapja meg ezt a Code Week for All kihíváshoz tartozó oklevelet. Azt mondták most múlt héten, hogy azt hiszem talán 20 olyan szervező volt, aki ilyen szuper kihívást teljesített, tehát volt 10 közös eseménye, volt egyben még 500 résztvevő diákja, vagy több, és még három együttműködő ország is, tehát mindhármat teljesítette, de ez nem szükséges, elég, hogyha egyet teljesítetek. Ugye itt kapcsolatokat kell építeni, itt a chatben itt vannak ugye Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból, tehát már itt most azonnal összetudtok hozni olyat, hogy három együttműködő ország, sőt négy, és hát ott a szép, szép oklevél hozzá. És akkor lesznek saját eseményeink is, amit szokásos Magyarországon. Minden évben csináljuk már ezt a flashmobot, ami azt jelenti, hogy az iskolák jelentkeznek, és egy-egy betűt szoktak megformálni, és azt fotón beküldik, és akkor abból rakunk ki valami feliratot. Ez idén is lesz, de erről még nem mondok többet, mert lesz benne egy kis érdekesség. Ez is a Code Week for All kihívás része, tehát itt 500 diáknál több szokott lenni, hiszen legalább 30-40 iskola vesz részt, és hogyha minden iskolából csak egy osztály, már az is több. Ez is Code Week esemény, és általában három képet szoktunk kérni, és az eredmény pedig egy YouTube videó, de ha a flashmobról van szó, az nagyszerű Code Week esemény például, hogyha az városotokban, településeteken felhívjátok a Code Week-re a figyelmet egy flashmobbal, mondjuk egy robot mozgással, vagy egy ilyen olyannal, mint ami ez a Kodi Color játék volt, vagy a Kodi Robi játék, ahol robotok mozognak. Tehát egy flashmob lehet saját esemény is. És hát sajnos a videó nem akar itt megjelenni. A YouTube-on fönt van a csatornán, a Code Week és a Digitális Téma Hét csatornán. Most beteszem ide a linket, hogy
ha valaki még nem látta, és könnyen szeretne hozzájutni, milyen volt a tavalyi. Így néz ki, meg lehet majd nézni. És tavaly 31 iskola vett részt, és köszöntötte a 2018-as Code Week-et. Ez most is úgy lesz, hogy a Code Week elejére lesz kész. Erről majd a szokásos felületeken, a Facebookon, meg itt-ott lehet majd értesülni, hogy hogyan kell jelentkezni ezekre a betűkre tulajdonképpen. És akkor menjünk egy picit tovább. Itt lett volna a videó. Egy nagyon izgalmas, érdekes, fontos dolog egy MOOC, vagyis egy olyan kurzus, ami ingyenes és online kurzus. Azoknak ajánlom, akik tudnak angolul, nem kell tökéletesen beszélni, mert ez egy angol nyelvű, kifejezetten a Code Week tanároknak kifejlesztett és lebonyolított online kurzus, vagy röviden MOOC, és ez a neve egy Deep Dive MOOC, és ami nagyon fontos, hogy 16-án, tehát jövő hét elején indul ez hétfőn indul ez a MOOC, már lehet rá jelentkezni, akinek van a kezében mobiltelefon, ezt a QR kódot leolvasva rögtön be is léphet, de ha valakinek nincs ilyen a kezében, és a szemében sincs beépített QR kód olvasó, akkor írja be a Google-ba, hogy Deep Dive MOOC, és akkor meg fogja találni. Angol nyelven megy ez a MOOC. Már volt egy ilyen online kurzus a nyár elején, többen részt is vettek, ez egy ilyen alapozó volt. Több itt levő kollégát ről tudom, hogy ott is részt vett, és akkor is az volt a feladat, hogy eseményeket kellett regisztrálni, azért nem nulláról indulunk most, mert már voltak szorgalmas kollégák, akik ilyet készítettek. Mint látszik, tehát szeptember 16-án indul, és november 11-ig tart. Szervezők szerint összesen körülbelül 25 órát veszel az ember életéből, 5 modul van, ha megnézitek a modulokat, akkor nagyon komoly a tematika. Tehát aki ezt így végignézi, az egy profi lesz. Tehát az, annak már nem lesz gondja egy ideig se azzal, hogy kitalálja, hogy mit csinál a Code Week-en, sem az arra, hogy mit csináljon a digitális téma héten. Itt szeretnék egy fontos dolgot hangsúlyozni. Ez nem az informatika tantárgy világa csupán csak. Ez bármilyen, ez óvodásoktól, kisiskolásokon keresztül bármilyen tantárgyat érinthet, hiszen ezek a kódolás akármi milyen tantárgyban megjelenhet. Például a Scratch-el gyönyörű animációkat lehet készíteni bármilyen tantárgyhoz. És még egyebek, tehát hogyha mondjuk a robotikát nézzük, például a digitális történetmeséléshez is nagyon nagyon klassz, úgyhogy volt is tavaly ilyen webinárium, úgyhogy nézzétek meg, hogy itt nem egy szűk repertoárról van szó, hanem egy nagyon szélesről, és az egyik előadó itt a MOOC-ban, Alessandro Bojoló, akit említettem, ő kifejezetten nagy élharcosa annak, hogy itt nem csak az informatika tantárgyról van szó, és mi itt Magyarországon is nagyon sokan így gondoljuk, hogy itt nagyon sok tantárgy érintett lehet ebben. Tehát aki nem informatika szakos, egyáltalán ne fogja vissza magát, mert az övé a pálya, ugyanúgy, mint a többieké. És hát korosztályban mondanom se kell, sincs határ. Tehát ez a Deep Dive MOOC, ez egy nagyon jó dolog lesz. A European School Next Academy szervezi, és hát jónak ígérkezik. Végül szeretném megmutatni, hogy milyen helyeken lehet kapcsolatot találni hozzánk, és milyen helyeken lehet a Code Week-ről információkat találni, vagy mit lehet megosztani másokkal. Ugye e-mailen a codeweek@dpmk.hu címen, vagy a codeweek.hu
kukac.gmail.com címen vagyunk elérhetők. Ugye a nemzetközi oldal a kódvik.eu, a magyar információk dpmk.hu/kódvik oldalon érhetők el. Ahogy mondtam, a YouTube-on két csatorna is van, a Kódvik Hungary és a Digitális Témahét. A Facebookon pedig van nemzetközi Kódvik oldal, magyar Kódvik oldal, és a Jó Öreg Digitális Témahét tanári fórum, ahol információkat szoktunk megosztani, valamint a Pedakód az oktatásban című csoport, abban is. És tavaly óta működik a Twitterünk. Magyarországon a Twitter nem egy nagyon népszerű közösségi média, viszont a legjobb eszköz arra, hogy gyorsan, szűrt módon sok információt tudjunk megnézni, sok hírhez, információhoz hozzájussunk. Úgyhogy itt van Kódvik EU, lehet követni a Kódvik nemzetközi csapatát, és van Code Hungary, azok mi vagyunk, ott főleg magyarul szoktunk tweeteket közzétenni. És ahogyan mondtam ma a bevezetőben, a Instagramon is megjelentünk most már egy néhány napja, úgyhogy nyugodtan lehet követni minket a Kódvik.hu felhasználót az Instagramon, ahol szintén meg fognak jelenni képek a Kódvikkel kapcsolatban. No, hát igyekeztem összefoglalni minden fontos tudnivalót. Egy dologgal még adós vagyok, az az, hogy idén is szeretnénk szervezni pályázatot, de ennek a részleteit még nem tudom, mert még megbeszéléseket folytatunk támogatókkal. Eddig minden évben sikerült egy pár támogatót megnyerni, hogy támogassa ajándékokkal az iskolákat, úgyhogy ezen vagyunk most is. Ha valaki tud ajánlani egy jó támogatót, aki felajánl valamilyen díjat, az ne fogja vissza magát és szóljon. Mi is ezen vagyunk, hogy a digitális témahét esetében is, itt is valami kis ajándékkal a legaktívabb, legérdekesebb eseményeket, esemény szervezőket szeretnénk jutalmazni, miként eddig is történt. Kérem, hogy írjátok, hogyha van kérdésetek, nagyon szívesen válaszolok. Igen, Bence, kérdezzen nyugodtan. Kötelezettségek nincsenek, senki sem ellenőrzi, hogy mi történik, mindenki jó ember, és mindenki jó eseményt csinál, hogyha megígéri, hogy megcsinálja, szóval nem kell beszámolni senkinek, annyi, hogyha regisztráltunk egy eseményt, amikor már lezajlott, akkor be kell írni, hogy hányan vettek részt, azzal tulajdonképpen riportoljuk az eseményt, ez azért kell, hogy legyen egy statisztikája a Kódviknek arról, hogy hányan voltak. Így szól a kérdés, mi most veszünk részt először. Meet and Code pályázatán nyertünk robotokat, feltétel volt a Kódviken való részvétel. Eddig azt hittem, ezzel automatikusan regisztrálunk a Kódvik, nem, hanem hogyha lesznek a robotokkal kapcsolatos foglalkozások, hát biztos lesznek, akkor azokat kell, ha több van, akkor többet is egyenként beregisztrálni, és akkor lesz rajta a Kódviken az iskola. Úgyhogy ehhez regisztrálni kell. Nem nagy munka és nagyon kellemes érzés, mert fölkerül a térképre az ember. Bence kérdése, hogy az iskolánkban 4-5 hallgató fog tartani egy héten keresztül előadásokat, és egy ember más-más napokon ugyanabban a témában többször fog előadni, ezek külön eseményként kell felvenni. Igen, igen, ezek mind külön események. Jó érzés, hogyha az ember sok eseményt tart, mert akkor látszik, hogy dolgozott.
Mondom, azt ígérték, hogy elkészül ez az esemény duplikáló funkció, és egyet kitöltöttünk, és nagyon hasonlít a másik, csak mondjuk máskor van, akkor majd lehet multiplikálni, vagy másolni az eseményeket. Hát, ha kevesen tudnak a pályázók közül, akkor remélem, hogy minél többen megtudják valahogyan. Én rajta vagyok, hogy megtudják, de hogyha tudsz segíteni abban, hogy ismersz valakit, akkor. De a Meet & kódosoknak én is fogom mondani, hogy esetleg értesítsék őket. Ez köszönöm, ez nekem is hasznos, írok majd nekik, mert a népszerűsítésben én is segítettem, hogy minél többen pályázzanak. Ezt az előadást majd a YouTube-on lehet megnézni, a Digitális Témahét csatornán és a Code Week Hungary nevű csatornán. Nem kötelező elfogadni a Code Week for All oklevelet, tehát az ott marad az oldalon, szóval nem, ha valaki nem szeretné, semmi gond. De hogyha a másik kategória miatt jön össze, azt nem, akkor az nem probléma. De ha mondom, hogyha több ok miatt is összejön, az meg szintén nem gond. Az oklevélen nincs rajta, hogy miért kapta az ember. A regisztrációkor mindenki kap egy kódot. Minden eseménynek van egy kódja. Ezt kell továbbadni a többieknek, ahhoz, hogy ők is arra az eseményre csatlakozzanak rá. És akkor így lesz meg a több ország, vagy a több együttműködő, több partner, és így tovább. A szám pedig attól lesz meg, a létszám, hogy beírjuk. Tehát ha megvan az 500 fő, akkor beírjuk, hogy 500 fő. Van-e esetleg kérdés? Nagyon szívesen válaszolok még kérdésre. Ha nyilvános egy esemény, de iskolában van, megjelenhet-e külsős? Nem, mert úgy kell beállítani, hogy nem nyilvános. Tehát ha iskolában van, akkor ha nem szeretnénk, hogy külsős jöjjön, akkor egyszerűen csak nem nyilvánosra állítjuk, és kész. Meg ha nem reklámozzuk, hogy van az az esemény, akkor nem fogják tudni. De nincs ilyen, hogy más elől, tehát nincs versengés a Code Week for All oklevélért. Tehát egyszerűen csak ott lesz, és akkor ha ott van, lehet. Van egy jó ötletem, amiben több országból vennének részt benne iskolák. Akkor nekem a szlovák nagykövetnél kell jelentkeznem, vagy lehet nálatok is. Tulajdonképpen egy Robertnek válaszolom, tulajdonképpen egyik sem. Elég, hogyha felveszed a kapcsolatot kollégákkal, és elmondod nekik, a nagykövet csak rábólint a bejegyzett eseményre. Ő nem kell engedélyeznem semmi, viszont hogyha szeretnél mondjuk magyarországi kollégákkal vagy találni magyarországi partnereket, akkor például a Digitális Témahét tanári fórumba ott kiírod, akkor biztos lesznek, de már itt is csatlakozik hozzád már egy kolléganő, és amúgy pedig ott vannak határon túliak más országokból is, úgyhogy csak nyugodtan. De itt is nagyon szívesen
lehet társakat keresni. Én nagyon szépen köszönöm a mai esti figyelmet mindenkinek, és találkozunk a Code Weekend október 5-től.